Tele van a levelem állítharmattal. A gombásbetegség jeleit mutatja Füzi István, növényvédőszer fejlesztő mérnök. Ez persze egy kísérleti telep, ahol mondhatni kifejezetten törekednek rá, hogy minél nagyobb legyen a fertőzés. A borvidékeken kiemelkedő járványra idén sem számítanak a szakemberek a szőlőlisztharmatot tekintve, de a védekezést természetesen nem lehet elhanyagolni. A betegség most is áttelelt. Úgy vettük észre, hogy sok ültetvényt fölmérve itt a két borvidékünkön, a tolnai és a szekszárdi borvidékeken, alapvetően ebben az évben is, mint az utóbbi 6 évben most már szinte mindig, ilyen közepes szintű fertőzési nyomásra számítunk. Nem arra a nagyon nagy erejű kitörő járványra, ami utoljára 2014-ben volt. Akkor volt ez a nagyon nagy erejű. Azóta minden évben ilyen közepes szintű fertőzések voltak. Közelítettek oda a járványos szinthez, éppen néha elérték, éppen nem. Ez is most egy ilyen év lesz, hogy ilyen közepes szintű fertőzési nyomások jönnek. Mindenhol jelen van a lisztharmat, tehát senki ne legyen teljesen nyugodt emiatt. Mindenhol van lisztharmat, de nincs természetesen ennek csak a töredéke az, amit lehet látni egy ültetvényben, még hogyha nem is permeteztek eddig akkor is. Nyolc tisztőke olyan, hogy itt most semmi védekezés nem volt. Ilyen, ezen is tele van, ezeken a fiatal leveleken itt mindenhol itt van a lisztharmat. Tehát ez úgy fog terjedni, hogy ez, ha elkezd virágozni, akkor pillanatok alatt átfertőzi a bibét. Itt most látszik, hogy kezdenek nyílani a bimbók, kezd virágozni, és egyből fertőzi át a bibét. A lisztharmat többféle módon is képes átvészelni a téli időszakot. Ez most is megmutatkozik, mondja Füzi István. A lisztharmat fertőzés az a kérgen áttelett ivaros termőtestekből kiszorodó aszkos pórákkal történik. Ezt szaknyelven így nevezzük. Tehát az ivaros alakjából jön elsősorban a fertőzés, és ezen az ültetvény részen, ahol most vagyunk, ez egy ilyen kísérleti terület, itt alapvetően azt fogjuk látni, hogy van ennek egy másik formája, és ez a bizonyos ivartalan forma, ami régen volt jellemző, még a régi időkben ezt tartották az elsődleges telelési formájának, ez a bizonyos rügyekben telelő micélium, ahol ivartalanul a gomba fonalak telelnek át, és onnan jönnek az első fertőzések, ennek a tünetei, ezek a bizonyos zászlós hajtások, amelyek így be vannak szőve, teljesen be vannak hálózva a lisztharmat gombának a penész bevonatával. Hát ez nem olyan, mint az aszkospórás tünet, hogy közelről kell szinte mikroszkóppal vizsgálgatni a leveleknek a fonákját, amelyek legközelebb vannak a kéreghez, hanem itt végig kell nézni sorokat, végig kell nézni nagy területeket, egy fél hektárt vagy egy hektárt, és akkor figyelni kell ezeket a bizonyos zászlókat, amelyeket könnyű meglátni, fölpödrődnek a levelek, és viszonylag könnyű őket észrevenni, aki már gyakorlott ebben, gyakorlott rá a szeme, az kiszúrja ezeket, és itt a kollégámmal földlerítettük, nem is tudom meg a területen ezeket az ászlós hajtásokat. Idén találtunk belőlük nagyon sokat. Ezen a kis teraszon önmagában itt van 7-800 tőke, és körülbelül 40 ilyen zászlós hajtást lehet észrevenni, amelyeket már április 29-én megtaláltunk, és most már a harmadik, negyedik generációja jön itt a lisztharmatnak. Óriási nyomása van itt a betegségnek. A kísérleti telepeken kívül ez a nyomás már nem jellemző, de a növényvédőszerfejlesztők nem úgy gondolkodnak, mint a termelők. De mindent elkövetünk, hogy nagy fertőzés legyen. Tehát itt a kísérleteknek ugye ez a célja, amikor kísérletezünk, hogy milyen megoldások a jók, milyen készítmények szerepelnek jól, hogyan kell ezeket időzíteni, hogyan kell permetezni. Nekünk mindig az a célunk a kísérletekkel, hogy a lehető legnagyobb fertőzési nyomást tudjuk produkálni, mert ott lehet jól látni a különbségeket, és azért szükséges ez nekünk. Tehát mi ellenére nem úgy gondolkodunk, mint a termelőnek, mindig az a jó, hogy minden kisebb fertőzési nyomással találkozik, nekünk pedig az a jó itt, hogy minden nagyobbal. A lisztharmat elleni védekezést mindig több lépésben kell végezni. Ez az ültetvényeken már egy hónapja elkezdődött. Ilyen nagyon stabil védekezési mechanizmus dolgoztunk itt az elmúlt években, amelynek megvannak a bizonyos lépései, és erre nagyon határozott szereket nem akarok említeni, de nagyon határozottan bizonyos szereknek a felhasználására indul, amivel igazából nagyon eredményesen lehet védekezni ez ellen a betegség ellen. Ennek a technológiának, amit kidolgoztunk, most a második lépését már általában elvégezték a gazdák, és most jön majd a harmadik lépése,
ami megint fontos. Az első lépés az egy ilyen kontaktszeres védekezés, amit kénnel szoktunk javasolni. Magas töménységű kénes oldattal permetezni a szőlőt. Hát ez valamikor a május elejére esett ez az időszak, amikor ezt ajánlottuk, aztán utána május közepén jött ez a bizonyos fölszívódószeres alkalmazásnak az első lépése, és most jön majd a napokban a második lépés, amit meg kell csinálni ebből. Tehát összességében a harmadik védekezés az, aminél most tartunk a lisztharmat ellen, így lehet biztonságosan elhárítani, és mondom, nagyon, nagyon nem mindegy, hogy milyen szerekkel végzi ezt az ember. A másik ismert betegség a peronoszpóra, de ennek feltételei nem voltak adottak a borvidékeken. A peronoszpórának nagyon nem kedvezett ez az időjárás, most az elmúlt ugye, két hónapban aszály volt, gyakorlatilag március végétől, amikor utoljára egy nagyobb mennyiségű hó esett le, azóta nem volt jelentősebb csapadék, olyan 20 mm volt az azóta lehullott csapadék mennyisége, talán egy picivel több, és ez abszolút szárasságot eredményezett, igazából aszályos körülményeket, nem teremtődtek meg a peronoszpóra fertőzésnek az előföltételei. Most, hogy beköszöntött, éppen most itt vagyunk, hogy pár napja már elkezdett esni az eső, még mindig azért a legtöbb műszerünk nem jelzett primér fertőzésre alkalmas körülményeket. Tehát még mindig nem volt olyan körülmény, aminél a peronoszpórának az elsődleges fertőzése bekövetkezhetett volna, vagyis még mindig az ültetvényeink abszolút a biztonságban vannak a peronoszpórától. És tekintettel arra, hogy most egy esősebb időszak van, azért most már az ilyen megelőző védekezéseket majd el lehet kezdeni a peronoszpóra ellen, de aki eddig nem csinált semmit, azt se követett el nagy hibát.